Jó estét kívánok, köszöntöm Önöket a Városháza márciusi adásában. Márciustól változott a szociális ellátás, jelentősen átalakult hazánkban a segélyezés rendszere. A segítségre szorulók változatlanul két helyről kérhetnek és kaphatnak segítséget, a helyi önkormányzatoktól, illetve a járásoktól. A szociális törvény változásai alapvetően megváltoztatták hazánk szociális ellátórendszerét. Március 1-től a korábban jegyzői hatáskörben ellátott bizonyos ellátástípusok közül egyesek átkerülnek járási hivatali hatáskörbe, vagy jó részük megszűnik. Ezek helyett más típusú ellátások megállapítására van lehetőség települési támogatás formájában, mondta dr. Dobos Róbert hivatalvezető. Alapvetően egy fő, leginkább a lakosságot érintő ellátástípus a rendszeres szociális segély, amely március 1-től kikerül gyakorlatilag a szociális ellátórendszerből. Ehelyett az egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás, mint új ellátástípus fog megjelenni. Gyakorlatilag a egészségkárosodottak, illetve a 14. életévüket be nem töltött gyermekük felügyeletét ellátni nem tudó személyek részére hasonló vagy kvázi azonos feltételekkel kerülhet az ellátás megállapításra, mint a rendszeres szociális segély esetében, míg a foglalkoztatás helyettesítő támogatás, mint olyan, amely korábban is úgy szintén a jegyzők által volt megállapítható ellátás, március 1-től úgy szintén a járáshivatalok hatáskörébe kerül. Ez utóbbi ellátás típus esetében alapvető változások nem következnek be ezen a hatáskörváltozáson kívül, hiszen itt gyakorlatilag az ellátásnak a összege, amely a tavalyi évben is 22.800 forint volt, a 2015-ös évben is 22.800 forint lesz. Ugyanakkor a hatáskör gyakorlója immár a járási hivatal lesz ezen ellátás típus esetében. A jogosultsági feltételek itt nem változnak. Kvázi az a fajta együttműködési kötelezettség, amely ezen ellátás típus esetében a jogosultakra hárult, itt gondolok a járási munkaügyi kirendeltséggel való együttműködésre, a felajánlott munka lehetőség elfogadására, az továbbra is fennáll, de az összegszerűség és a jogosultsági feltétel nem változik. De ahogy említettem, a rendszeres szociális segély, mint olyan, megszűnik, ehelyett a már említette új ellátás típus kerül megállapításra. A járságban 1130 ügyiratot tartanak nyilván, jászárokszálláson 161 lakos érintett az ellátórendszer változását illetően. Fontos változás a metodikájában, illetve a folyósítás rendszerében az említett ellátás típusoknál az a tény, miszerint a házi pénztárból történő kifizetés lehetősége megszűnik ezeknél az ellátás típusoknál, ami azt jelenti, hogy gyakorlatilag az érintett személyeknek, akik jogosultak lehetnek egy-egy ilyen ellátás típusra, szükséges egy személyes nyilatkozatot tenniük az érintett járáshivatal esetében, amely gyakorlatilag jászárokszállás Árpád tér 1 szám alatt tehető meg a jászárokszállási lakosok részéről. Itt nyilatkozni kell arra vonatkozólag, hogy lakcímre utalással vagy folyószámlára utalással kívánják a lakosok igénybe venni ezt az ellátás típust. Természetes, hogy itt gyakorlatilag látható, hogy egy állami rendszerből, egy állami központi költségvetésből finanszírozott ellátás típusról beszélhetünk. Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy a központi költségvetésből megfinanszírozott ellátások folyósítása minden hónapot követő 5. napig a kormányhivatal útján fog történni, tehát ezen a folyamaton keresztül jut el a pénzbeni ellátás a lakosokhoz. Említést tettünk arról is, hogy mindezeken az ellátás típusokon keresztül megszűnnek, illetve kikerülnek a szociális ellátórendszerből bizonyos helyi önkormányzati rendeletben megállapított ellátás típusok. Mire gondolok itt a rendszeres szociális segély mellett? Mindenképpen meg kell említenünk a méltányossági közgyógyellátást, a méltányossági ápolási díjat, az adósságkezelési szolgáltatást és a lakásfenntartási támogatást, mint olyat. Itt ugyanakkor a magasabb rendű jogszabályok rendelkezései értelmében a jogalkotó lehetőséget biztosít a települési önkormányzatok számára, miszerint helyi önkormányzati rendeletben egyfajta települési támogatást adjon a lakosoknak. Ezek a fajta megállapított ellátás típusok egyébként, amikor az önkormányzatok elfogadják ezeket a helyi rendeleteket, kvázi egyfajta kiadás kompenzáló támogatásként értelmezhetők, hiszen itt a lakhatási kiadások csökkentésére, a gyógyszerkiadások csökkentésére tudnak a jogszabályi keretek között természetesen helyi önkormányzati rendeletet alkotni a települési önkormányzatok. Az állami szervezetrendszer a jövedelem kompenzáló támogatás típusokat fogja lebonyolítani, míg a kiadás kompenzáló támogatások esetében a helyi önkormányzat rendeletei biztosíthatnak az önkormányzat szabad döntése alapján lehetőséget arra, hogy a helyi lakosokat az önkormányzatok képviselő testületei ezekben az ellátásokban részesítsék.
2,7 milliárd forintból új csarnokkal és új berendezésekkel bővült a Jászárokszállási Ipari Park legnagyobb üzeme. A részben Európai Uniós pályázatból megvalósított projektnek köszönhetően újabb 50 munkahely létesült Jászárokszálláson. 2,7 milliárd forintos, részben Európai Uniós támogatásból megvalósított beruházást adott át a Jászárokszállási Rosenberger Kft. A projekt ünnepélyes záró rendezvényén a Nemzetgazdasági Minisztérium Európai Uniós források felhasználásáért felelős államtitkára is méltatta a beruházást. Hogy Szokrátész fogalmazott egykoron, a fejlődés, a változás titka az, hogy az energiákat nem a régi dolgok megváltoztatására, hanem az új felépítésére kell összpontosítani. Ezt a gondolkodásmódot képviseli a Rosenberger Kft. Immár 18 éve itt Magyarországon, és több mint 12 éve itt Jászárokszálláson, több mint 1400 embernek biztosítva a munkát és megélhetést. Ez az a szellemiség és tradíció, amelyre a magyar gazdaságnak kétségkívül igen nagy szüksége van. Az államtitkár beszédében a Jászárokszállási beruházás mellett az ország gazdasági helyzetéről is beszélt. Reményeink és várakozásaink szerint a következő években Közép-Európában lesz az európai gazdasági növekedés központja. Ezt igazolják az elmúlt évben elért gazdasági eredményeink is, amelyekkel Magyarország az Unió leggyorsabb ütemben növekvő gazdasága lett. Gyakran felmerülő kérdés, hogy tudjuk-e tartani ezt az ütemet. Ahhoz, hogy a növekedésünk mértékét, illetve a kockázatok hatását értékelni tudjuk, érdemes számba venni a 2014-ben elért sikereink legfontosabb összetevőit. Mindenekelőtt több év kormányzati munkájával sikerült elérnünk a pénzügyi és költségvetési stabilitást, emellett elsősorban a termelő vállalatoknak köszönhetően erőteljesen növekszik külpiaci jelenlétünk is. Az elmúlt év első 11 hónapjában exportunk 7,7%-kal, az import 8,3%-kal erősödött, aminek köszönhetően az áruforgalom többlete megközelítette a 6,2 milliárd eurót. A projektzáron beszédet mondott a külgazdasági ügyekért felelős helyettes államtitkár is. Dr. Pana Petra azt mondja, fontos állomás a magyarországi telephelyen rendelkező külföldi cégek életében egy hasonló mértékű beruházás. Ez ugyanis azt jelenti, hogy hosszú távú terveik vannak. A tavalyi évben végben ment kormányzati struktúraváltást követően a külgazdasági ügyek a külügyminisztériumba kerültek. Mi magunk az új külpolitika céljaként a külgazdasági érdekek érvényesítését helyeztük, amelynek nyilván támaszkodnia kell a nemzetgazdasági érdekekre, úgy ugye a munkahelyteremtésre, mint a gazdaság élénkítésre. Ennek eszköz és intézményrendszere, egyik eszköz és intézményrendszere maga a befektetés ösztönzés, és az ehhez kapcsolható hazai források, költségvetési források is hozzánk kerültek, hogy nagy szeretettel várjuk a Rosenberger Magyarország Kft. Elfogadó levelét, a legutóbbi egyedi kormánydöntéssel odaítélendő támogatásunkra. Fontosnak tartom hangsúlyozni, hogy a Rosenberger Magyarország Kft. Által megvalósított beruházás jelentős gazdaságélénkítő és munkahelyteremtő hatással teljes mértékben összhangban van a kormány gazdaságpolitikai törekvéseivel. Az eddigi eredmények a sikeres gazdasági együttműködés tükrében nagy bizalommal és várakozással tekintünk a Rosenberger Magyarország Kft. Jövőbeni működésére, melynek során igyekszünk a magunk részéről minden lehetséges segítséget megadni. A beruházás során felhasznált összeg közel 70%-ából új berendezéseket, gépeket vásárolt a cég. A projektnek köszönhetően 50 fővel tudták növelni a foglalkoztatottak számát. Azt mondhatjuk, hogy ahol munka van, ott minden van, ahol nincs munka, ott semmi nincs. És a város életében nagyon fontos a Rosenberger Magyarország Kft. A 15 itt működő cég közül most már a legnagyobb a Rosenberger, és minden második munkavállalót a Rosenberger foglalkoztat az ipari parkban. Nagyon fontos az, hogy egy város ne csak magára, a saját lakosaira gondoljon, hanem az agglomerációra is. És ide nagyon sokan bejárnak dolgozni. A közel 4000 munkahely, ami az ipari parkban van, minden második dolgozója bejáró. Most ez nem egy nagy gond, mert a környező települések 4-5 kilométerre és azon túl vannak, de a környező kis települések, hogyha húzunk egy 20 kilométeres kört, akkor
az a bejáróknak nagy részét jelentik. Én nagyon szépen köszönöm a tulajdonosoknak, Péter, illetve Hans Rosenbergernek, hogy gyászárokszálláson döntöttek, hogy gyászárokszálláson legyen ez a beruházás, és nagyon szépen köszönöm a Francisco úrnak azt, hogy élő kapcsolat van a város és a cég között, nem csak a termelésben, hanem a civil szervezetek támogatásában, segítésében. Az ünnepélyes szalagátvágás előtt Péter Rosenberger tulajdonos is megköszönte a beruházás megvalósítása során tapasztalt együttműködést. Szeretném megköszönni Pap Francisco úrnak, hogy ilyen jól működik itt a termelés. Ahogyan azt hallottuk, ha a gyár nem működne és nem termelnének, akkor sem a Mercedes, sem a BMW nem tudna gyártani. A fejlesztésekre szánt 2,7 milliárd forint 30%-ából egy új logisztikai központot és egy magas raktárt is építettek. A magas raktárban használt technológia Magyarországon még ritkaság számba megy. Itt 8 emeleten 21 ezer tálcányi tárolóhely áll rendelkezésre, a munkát pedig robotok végzik. Ez egy Magyarországon az első ilyen típusi, ez a fajta, ez a gyártónak a rendszer, ami épül. Ez egy legutolsó technológiával szerelt berendezés, ami kiszolgálja a anyagellátás a gyártósorokkal, intelligens módon raktároz, könyvel, ez egy hatékony megoldás a mindennapi problémánknak. Bár a cég még csak most adta át a legújabb beruházását, már most folynak a tárgyalások, hogyan fejleszthetnék tovább a jászárokszállási ipari park legnagyobb üzemét. Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc tiszteletére 48-as vacsorát rendezett a jászárokszállási gazdakör. A már hagyománynak számító eseményen ezúttal a Fortuna Táncsport Egyesület, valamint a Rosmarin Népdalkör műsorát nézhették meg a gazdakör tagjai. Egy perces megemlékezéssel kezdődött a jászárokszállási gazdakör ünnepi műsora. Az egyesület egykori elnökét búcsúztatták, néma csenddel a tagok. A tiszteletadást követően a település egyik tánccsoportja, a Fortuna Táncsport Egyesület palotás táncát láthatták a vendégek. Márkus Miklós, a gazdakör újonnan megválasztott elnöke, a következő szavakkal emlékezett meg a 48-49-es szabadságharcra. 1848. márciusa Magyarországon és Európa szerte a magasztos eszmék ideje volt. Olyan eszményeké, melyek nem csak érvényesek, hanem borzóak és lelkesítőek ma is. Ezekre az eszményekre és lelkesedésekre a mai kissé kiábrándult Európának is szüksége van. Az elmúlt több mint 202 évszázad európai és magyar történelme úgy is felfogható, mint folyamatos, többszöri kísérlet azoknak az eszményeknek megvalósítására, amelyek a 12 pontban fejeződnek ki. Azt is tudjuk, hogy az ideálok sehol nem valósulnak meg maradéktalanul. Ám az ideálok attól ideálok, hogy ettől még nem vesztik el érvényességet. Nem az eszményeket kell tehát elvetni, hanem nekünk kell felnőnünk hozzájuk. Európa szerencsésebb országaiban ezek az eszmék szolgálhatnak vezérfonalú napjainkban. Földrészünk kevésbé szerencsés keleti felén azonban ez nem így volt. Magyarország egész Európával együtt csak 1989-ben 140 évvel a szabadságharc leverése után 26 évvel ezelőtt térhetett vissza az emberi és a polgári szabadságjogok, a nemzeti függetlenség, a polgári fejlődés útján. A közösség Idestova 9 éve rendezi már meg az ünnepséget hasonló keretek között. A gazdakör már most 9. alkalommal megrendezi a 48-ban elhunyt, 49-ben szabadságharcban elhunyt 160 mennyi honvédet, mondanak itt, a pontos adatot nem tudom. Azoknak a tiszteletére ezt meg szoktuk rendezni, Szentmisével szoktuk kezdeni,
mise után kis műsort erről arról a városba szervezetektől, előadásával utána pedig a vacsora. A méltatásokat követően ismét a tánccsoport következett, keringőt és egy latin formációt adtak elő a nagy értemű számára. A felemelő pillanatokat a nemzeti dal sorai tették még szebbé. A magyarok istenére esküszünk, esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk. Amíg csak lehetőségük adódik, folytatják ezt a hagyományt, hangsúlyozta Görbe Józsefné. Ez egy olyan összetartó kis csapat, hogy mi úgy döntöttük, hogy még bírjuk, addig csináljuk. Addig ezt csinálunk, meg folytatni kell, mert elég jó összejön a társaság. Hát most történt egy kis szomorú dolog is, mert a volt elnökünk az elhalálozott, és választottunk, túl vagyunk az elnökválasztáson, de visszük tovább, ezt úgy érzik, hogy csinálnunk kell a hősök emlékére. A szokásos gyűlések mellett a 23 éves gazdakör minden évszaknak és jeles ünnepnek megfelelően összejövetelt szervez. Tartunk egy arató ünnepet, amikor elkezdődik az aratás, akkor szintén szentmisével, ugyanígy, mint most szentmisével kezdünk, kivonulunk a búzatáblához, a kombájuk, traktorok, amik vannak a mai alkalmasságokat, megszenteljük, és utána akkor is ugyanúgy egy ebédet rendezünk. Ilyen összetartó kis csapat ez a miénk, ez a második ünnepségünk. Utána van a nagy árti búcsú, a nagy boldog asszonykor augusztus 20-án. Arra a nagy árkiak is, egy a gazdakör is, mert ott már most a nagy árkiak is csatlakoznak, és ott is tartunk egy közös rendezvényt. Kint van határba, földút mellett a kereszt, ott szoktunk összegyűlni, ahol volt valaha az iskola, ami lebontásra került, mert ott valaha miséztek is, ilyen kis kápolnácska is volt ott, és ott szoktunk szintén egy misét tartani, egy körmenettel, és ugyanúgy ott utána az egyik étteremmel kapcsolatban vagyunk, és egy ebédet ott megint összehozunk. Hát hála a jó Istennek, mi mindig elég sokan vagyunk. Hát volt, mikor az időjárás azt kint nem engedte meg, akkor ugye itthon kellett, meg aztán tartsuk ugye a szokásos gyűléseket, meg tartunk karácsony után egy évzáró ebédet. A közel 40 fős társaság nagy része már időskorú, ezért szeretnék, ha a fiatalság is aktívan részt venne a munkásságukban. Úgy néz ki, hogy inkább a fiatalok is vannak. Egész picitől, a 3 évestől, hát aki el tud jönni a 70-70 valamennyi, úgy gondoljuk, hogy érdemes. Nagyon fárasztó, nagyon, de nagyon, ugye mindent elintézni, pontosan itt legyen minden, de utána van egy kis zenénk is, és egy kicsit jól érezzük magunkat. Az ünnepség a Rozmarink népdalkör nótájával zárult le. Jászárok szálláson is megemlékeztek a 48-as forradalmi eseményekről. A városvezetés és a jászárok szállási szervezetek is elhelyezték a megemlékezés koszorúit a forradalom és szabadságharc emléktáblája előtt. Topszóra vonultak fel az önkormányzat tagjai, a civil szervezetek és a pártok képviselői az 1848-as forradalom megünneplésére. A napfényes időben összegyűlt tömeg elsőként Barta Attila és Barta Zoltán előadásában nemzetőrdalt hallhatott. Az előadás után a Széchenyi István általános iskola énekkara énekelte el a himnuszt. Szelénye, védőkat, a küzdelenség.
A himnusz után Lőrinc Zoltán, a gimnázium 10. osztályos tanulója szavalta el Petőfi Apostol című költeményét, majd Gergely Zoltán Jászárokszállás polgármestere mondta el ünnepi beszédét, amelyben fejet hajtotta a márciusi ifjak előtt. Tisztelt ünneplők! 1848. március 15-én a zúgó esőbe közel 20 000-en mentek el a Nemzeti Múzeumhoz, mert fontosnak tartották azt, hogy jelenlétükkel kifejezzék az együvé tartozást, azt, hogy a változás mellett vannak. Nagyon nagy öröm ez, hogyha itt körülnézek, és ilyen sokan eljönnek ide Jászárokszállásra a 48-as forradalom és szabadságharc emlékének megünneplésére, hogy ilyen sokan fontosnak tartják azt, hogy jelenlétükkel kiálljanak azok mellett, az eszmék mellett, amelyekért nagyon sokan életüket adták 1848-ban, a forradalomban és szabadságharcban. A reformkornak a kulcsszava a haza és haladás volt. Vagyis haza nélkül nincsen haladás, és haladás nélkül nincsen haza. A polgármester szerint ez utóbbi, vagyis a haza a haladás kulcsa. A hazának ugyanakkor egy másik üzenete is van, amióta az unió tagjai vagyunk. Méghozzá az, hogy szövetségesek nélkül nincs győzelem sem, tette hozzá. Majd a szabadság és demokrácia által felállított feladatokról beszélt. A szabadság elődeinktől ránk hagyott álmát valóra szeretnénk váltani. De ezért minden nap tenni kell. Ezeket a nagy eszméket, ezeket, mint a demokrácia, a szabadság, ezeket minden nap meg kell vívni. És hogyha látja az ember a jövőt, akkor ez nem is olyan nagy munka. De ezt készen sehol nem adják, sehol nem lehet kapni. Nagy eszmékről beszélünk, és ezeket a nagy eszméket szeretnénk a mai korba, a mindennapjaink során érvényesíteni, érvényre juttatni. Azzal, hogy emlékezünk a 1848-as szabadságharcra és forradalomra, azzal tulajdonképp azt is amellett tesszük le a voksot, hogy ezeknek az eszméknek hű követői szeretnénk lenni. És számunkra nem csak szlogen az, hogy éljen a magyar szabadság, éljen a haza, hanem ennek átérezzük mélységét és magunkénak valljuk. A Deák Ferenc Gimnázium ebben az évben is meghirdette ünnepi beszédíró pályázatát, amelynek győztese Surányi Anna lett, jutalma pedig az, hogy felszólalhatott a rendezvényen. Kossuth Lajos március 3-án fogalmazta meg a magyar ellenzék követeléseit, melyeket Irinyi József rendezett 12 pontba március 12-én. Alapvető emberi szabadságjogokért küzdöttek. Sajtószabadságért, a jobbágyok felszabadításáért, törvény előtti egyenlőségért, népképviseleti országgyűlésért. A liberalizmus eszméje szerint kívánták eltörölni a Magyarországon még létező feudális viszonyokat, bevezetni a közteherviselést, ténylegesen megszüntetni a jobbágyság fogalmát. Szabadság, egyenlőség, testvériség. A francia elvek eljutottak hazánkba is, és a kor magyarjai nem féltek fellépni ezen elvek mellett. 1848 fontos volt nemzeti függetlenségünk elérése érdekében is. A 12 pont követelései között szerepel a független Magyar Bank felállítása, a honvédelmi rendszer átalakítása, népképviseleti parlament és magyar független felelős nemzeti kormány. Követelték továbbá Erdély unióját Magyarországgal, hiszen területe mindig is hazánkhoz tartozott, és elválasztása az ország egységét csorbította. Az ünnepi beszédeket követően Gergely Zoltán polgármester majd a város több politikai és civil szervezete helyezte el a megemlékezés koszorúját a forradalom és szabadságharc emléktáblája előtt. Az ünnepség ezután a művelődési házban folytatódott, ahol a Széchenyi István általános iskola diákjai Bátor büszke nemzet címmel adtak elő zenés darabot. A magyarok Istenére esküszünk.
Ennyi volt már a Városháza. Egy hónap múlva új anyagokkal, friss adással várom Önöket. Kérem, tartsanak velünk akkor is. Viszontlátásra!